Ez a videó ma hirdetés nélkül fog lemenni, nem érdekel, hogy mit szól hozzá a YouTube, és nagyon remélem, hogy nagyon sokan meg fogjátok nézni. Nagyon szomorú apropója van ennek, ugyanis ma, amikor csináltam az élőt, akkor valaki bekommentelte, hogy egy kisgyerekre rádölt a kerítés és meghalt, nem is értettem, hogy miről van szó. Reggel elmentem az irodából a bíróságra, és nem neteztem, nem hallottam erről semmit. Aztán utána akarva akaratlanul elém került a szomorú híradás, hogy egy nagy teherautó mozgatása közben rádőlt egy kisgyerekre egy kapuoszlop. És a minap volt a híradásokban, hogy egy útépítő munkás egy tolatás közben meghalt. Nem sokkal korábban hallottam, hogy a autópálya építés közben egy hatalmas nagy kamion tolatott rá egy építés vezetőre, aki nem figyelt éppen, vagy a teherautós nyilvánvalóan nem figyelt, és utána szerencsétlen embert az építőanyag kupac elől ásták elő, sajnos már későn, ugyanis olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy megtanult. Szóval meghalt tehát a mai videó az lenne, hogy tanuljuk meg azt, hogy ezeket a nagy autókat, illetve bármekkora autókat, ugyanis sajnos ezekből a mai autókból nagyon rosszul lehet kilátni, nem mindegyikben van tolatókamera, és nem, nem lehet kellően biztonságosan tolatni adott esetben segítség nélkül. Tudom, erre sokan azt mondják, hogy ők tudnak, és nincs vele semmi probléma, de látjuk az eseteket, emberek meghalnak azért, mert mozgatnak egy ilyen nagy autót, és valami történik, és utána pedig ott van egy haláleset, amit már nem lehet visszacsinálni. Úgyhogy ha csak egyetlen egy ember megfogadja azt a tanácsomat, amit én mindig kértem a kollégáimtól, hogy akkor, amikor egy akármilyen kicsi teherautót is mozgatnak, amiből nem lehet olyan jó a kilátni, mint egy személyautóból, de legyen akár egy személyautó is, hiszen ezzel is lehet nagyon súlyos balesetet okozni, állítsunk már oda valakit biztosítsuk a tolatásnak a feltételeit úgy, hogy semmiképpen ne tudjon baleset történni. Millióféle tanulságot le lehet ebből vonni, és lehet ezen vitatkozni, de az egy egészen biztos, ha megtörtént a baj, akkor utána már nagyon nehezen tudunk bármit csinálni. Ez a hatalmas autó azon a szűk kapun, amikor kijött, elsodorta a kapuoszlopot, vagy tolatott, vagy Éppen előre felement, szinte mindegy is. Lényeg az, hogy megtörtént a baj, és leginkább azért csinálom meg ezt a videót, mert sajnos ezek a híradások megtörténnek, és utána pedig ö, nem nagyon hallunk a tanúságokról, ahol pontosan ki lenne elemezve, hogy mi történt, hol hibáztak, mit kellene másképp csinálni ahhoz, hogy ilyen ne forduljon elő. Én ö, saját tapasztalatból mondom, kollégák volt olyan, amikor egy hónapon belül kétszer hívtak, hogy sikerült a reggeli kávé megvásárlása közben rátolatni egy autóra. Valóban egy dupla kabinos, platós kisautó is tud olyan lenni, hogy nem lehet normálisan hátralátni, hol tér van, nem véletlenül követelik meg újabban a kamionoktól is, hogy rá legyen ragasztva a matrica, bár én azt gondolom, hogy teljesen fölösleges, mert ez az embereken nem fog segíteni. Viszont ti, akik ilyen nagy autókkal dolgoztok, vagy akár kisebb autókkal dolgoztok, munkaterületen vagytok, stb. akkor gondoljatok arra, hogy előbb gondolkozni és csinálni valami megelőzést, az sokkal egyszerűbb. Úgyhogy egyrészt résztvétemet nyilvánítom azoknak, akik ilyen szörnyű tragédiát kellett, hogy átéljenek, és nem, nem is találok rá szavakat, és nem is akarok ebbe belegondolni, mert tényleg az embernek elszorul a szíve, de csupán arra gondolsz, hogy a te gyereked is megy iskolába, óvodába, és ilyen gyorsan megtörténik a baj, hát jobb, jobb nem is ezt nagyon ö, forszírozni. Viszont akinek lehetősége van, és tud bármit is tenni, valakit odállítani az autó mellé, az egyik sarkára, a másik sarkára, hogy figyeljen, úgy tolatni, hogy le van tekerve az ablak. Mert hiába tolat segítséggel az illető, ha feltekeri az ablakot és bömbölteti a zenét, nem fogja meghallani. Kipróbálni. Látsz, hallasz, integetsz, figyelek, stb. Tehát ez egy komoly dolog, ez a tollatás, ezt nem lehet félváról venni, de teljesen mindegy, hogy az autó tolatott vagy előre ment, a lényeg az, hogy valamit nagyon benéztek, és utólag már nem lehet semmit tenni. Még egyszer részvétem bárkinek, aki ilyesmiben áldozatként szerepelt, és mindenki mástól pedig azt kérem, hogy kövessen el mindent annak érdekében, hogy ilyen ne tudjon előfordulni. Sziasztok, építkezzetek jól, és Isten áld a tisztes ipart!